Itt nem fogok szolgálni, uh, igen. nem fogok szolgálni képekkel, mert mondom, erre ráépült egy város, nem túl jelentős város, azt hiszem egy szállodát találtak nekünk, az másik is egy hatfogásos vasorát szolgáltak fel, ez ellensúlyozta a szobák minőségét, egy ilyen képen van. A lényeg, hogy ti tí uh, hát ha igaz a logikánk, mert eddig ráélik szerintem alapvetően a, a, a keresztény történelemre, akkor most egy nehéz időszaknak kell következnie. És úgy is van, Ja, azt látjuk itt, hogy, bocsánat, még egy képet mutatok itt, egy kicsit csalok az, az igazság, itt arról van szó, hogy de, de, amit itt láttok a hegyen, ha látjátok, ott fenn még egy picit romok is látszanak nekem, ez Pergámum, amit az előbb mutattam, és annak a közelségében van egy Asclepion nevű korabeli ilyen wellness és gyógyközpont, lehet így mondani, egy kiépített hatalmas dolog volt, itt volt egy miniszínházuk, hogy a, a vendégek ugye mentálisan is lazítsanak, szórakozzanak, és egy nagyon szép terület különben, ez inkább Pergámonhoz tartozik, de hogy valami képet mutassak, ezt is ide tettem nektek, ez egy külön érdekessége az előző levél városának, hogyha lehet így mondani. Most pedig rátérnék akkor a, az üzenetre, Tiatirai, a címzettek, maga az angyal, de hát által a többiek is, Jézus a feladó, bemutatkozás, az úgy hangzik, mindjárt olvasom, hogy ezt mondja az Isten fia, akinek személy olyanok, mint a tűzláng, és akinek a lábai hasonlók az izzófényű érchez. Az Isteni dicsőséget hangsúlyozza ez esetben. Miért teszi ezt? Mert azt mondja, hogy nehéz helyzetben van a népe, Tudnék egy olyan helyzet be folytatásként a kereszténységben, ez amit a középkorként ismerünk, ezt a legtöbben tudják, hogy a középkor hát éppen hétköznapi értelemben sem volt a csúcspont, hát vallás értelemben végképp nem pápák, ellenpápák, vallási üldözések, mágiák, erkölcstelen uralkodók, megkockáztatom, bocsánat, de köztött, hogy pápák, tehát a kereszténység szempontjából ez nem annyira csúcspont volt, inkább mélypont, és azt mondja itt Jézus, hogy tudom a te dolgaidat és szeretetedet, nyilván nem a, <coughs> nem a nagy tömegeket szimzi meg, nem a, nem a, hivatalos vezetőket, hanem akik ilyen körülmények között is hűségesek maradtak hozzá, mint csoport, ők a címzettek. Azt mondja, tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet. Tehát azt mondja, a szeretet, szolgálat, hit, tűrés főleg. És hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Ugye erre mondják az sokan, és én is ezzel értek egyet, hogy a reformáció és annak az előzményei, az úgynevezett Bocsánat, előreformációs mozgalmak, amikor beköszöntöttek, ez még ennek a korszaknak a vége. Tehát valami változás van, valami kitörés megkezdődik ebből a hosszú és nehéz időszakból, és azt mondja, hogy a hűségesekre igaz ez ebben az időben is, hogy a te cselekedeteid többek az elsőknél. De itt is van panasza, ugye itt jelentkezik az, hogy a te a, a, a meg hozza, megint egy történet, a, az egyik királynak volt ugye a felesége, Akárnak a felesége Jézabel, egy pogánynő volt, tehát nem volt izraelita, úgy hozták be házasság révén, lemészároltatta a zsidóságon belül a profétákat, az igaz tanítókat, hozott báványpapokat, felforított mindent, és hát legyalulta az Isten A, a királyi e, házat is kiírtotta, egyet kivéve azt nem sikerült, mert elrejtették előle a saját unokáit hozzáteszem. Egy iszonyatos teremtés volt, egy bitang nő, az Északi Királyok című részben foglalkoztam ezzel esetleg megkeresheted a sorozatban, majd a végén mutatom, hogy tudsz könnyen keresni, Ö, és azt mondja, hogy most az a mondásom ellen, hát, hogy megengeded amaz asszonynak, az asszonykörben sokszor egyházat is jelent a Bibliában, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bávány áldozatokból legyenek. Ilyesmi történt Jézoba idejében is, hogy minek felelhet ez meg a középkorban, hogy nem az igaz Isten hite szerint élni a hitet és gyakorolni, és utána menni, hanem kisiklatni, félrevinni, és ezt a tanítás erejével tenni, odafelemelni. Nagyon érdekes, hogy mi Jézusnak a tanácsa, hát <coughs> azt mondja, hogy nem vetek látok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg. Tehát ez egy olyan nehéz időszak, hogy Jézus még azt sem várja el, hogy innen valami kitörés következzen, ez ezt ki kell bírni, amíg nem jön a megoldás. Ez is arra utal, és szerintem rájlik a keresztény történelemre, hogy volt egy olyan időszak, egy bő ezer év a keresztény történelemben, amire nem lehet büszke a kereszténység, sem keresztény mércével, sem más mércével mérve. Ha máshogy látok, nyugodtan jelezzétek a kommentben, egy páran nagyon magukévá tették a kommentben vitatkozás gyakorlatát, nem vagyok ellene, csak azt kérem, hogy legyen stílusa, meg legyenek benne érvek a szubjektív vélemény mellett, vagy azon túl. Az ígéret itt úgy hangzik, <köszön> most állt, hogy aki győz, nagyon érdekes, nagyon hosszú itt az ígéret, azt mondja, aki győz, és mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Tehát, hogy kibírja, ki, ki, ki ugye megint az, hogy őrzi az én cselekedeteimet, és cselekedetet mond itt is, ez korábban is volt már, hogy tér vissza, és a te előbbi cselekedeteidet cseleked, mondta ti -e Jézusnál, Tiatirában is ez a téma annak hatalmat adok a pogányokon. Erre mondják sokan, hogy hát ez egy keresztény ilyetlen, mert hát egy keresztény nem átsingózik ilyen hatalomra, hát egy keresztény nem átsingózik, ez igaz, de Jézus itt azért hangsúlyozza, mert ez az iszonyú alávetettség, megnyomorítás, eltiportság, amit ezek a hívő emberek átéltek ebben az időszakban, ennek az ellentételezése, hogy nem lesz mindig így, hanem eljön az, az idő, amikor felszabadítanak titeket ez alól, és amikor ti fogtok a pogányok fölött ilyen értelemben hatalmat gyakorolni. Ennyit talán erről látom, nagyon megy az időnk, hadd haladjak én is. A... Bocsánat, igen, itt leragadtam az üzenetnél, itt is volt egy azonosítás, bocsánat, a diákkal lemaradtam. Itt azt mondja, hogy a személy olyanok, mint a tűzáng a lábai hasonló az izzófényű érchez, ugye itt beazonosítottam azt, amit itt idéztem. Tehát azt mondtuk, hogy így mutatkozott be, szem tűz a láb izzófényű érc. Megidézem, hogy ott van ez is az első fejezetben, tehát Jézus azt mondja, a személy olyanok, mint János így látta, személy, mint a tűzláng a lábai az izzófényű érchez hasonló, szó szerinti egyezés. Tehát most a, a hatalom és a dicsőség, amit hangsúlyoz, mert ennek a korszaknak ez a szükséglete, hogy látszólag megtapassa őket mindenki, semmibe veszi őket mindenki, ő Krisztus követői, ahogy sokat szenvedtek a, 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 valdensek, a, a középkor, az, azon keresztények, akik komolyan vették a hitet, és őket szisztematikusan üldözte a világi és az egyházi hatalom is, ez történelmi tény. Ehhez képest mondta ezt, ugye ez a dia az ugyanaz, ami az előbb volt, csak visszatértem rá,